Nincs sok hátra a becsengetésig, hiszen már rendszerezik a tankönyveket a Vécsey Károly iskolában. Csütörtök reggel megérkezett a 3214 darab kiadvány, melyből egész évben okoshodhat az intézmény 220 diákja. Április előtt felmérjük a következő tanévben a tanulók létszámát, akkor már megtörténik az elsősök beiratkozása, és a tankönyvfelelős ezt összegyűjti, és az oktatási hivatal honlapjáról kiválasztunk egy tankönyvcsaládot, mi az office tankönyvcsaládot preferáljuk, mert a hozzánk járó tanulók igényeihez ez a tankönyvcsalád igazodik. Azután történik némi mozgás, jönnek gyerekek, ezért június elején még van lehetőség arra, hogy pótrendelést adjunk le, és augusztus 1-én érkeztek meg hozzánk a könyvek, ha jól tudom, ez az első nap, amikor tankönyveket szállítanak ki, de a nyár folyamán az a tapasztalat, hogy nagyon nagy a mozgás az iskolákban, akkor költöznek a gyerekek, a szülők, családok, és ezért szeptember elején ismét lehetőségünk lesz tankönyvrendelésre. 42 kiadó, több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett csaknem 200 tankönyv is. A Vécsey Károly iskolában ebben a tanévben először lehetőség nyílt arra, hogy az 50 órás közösségi szolgálat keretein belül középiskolás diákok segítsék a tankönyvfelelős munkáját. Őket az EU-diák közvetítettek ki, de hozzánk három tanuló segíti a tankönyvek elrendezését, mert mint láthatjuk, azért ez nagy munka, sok a könyv és egy ember nehezen boldogul ezzel. A tankönyvek kiosztása egyébként szeptember 1-én történik meg. Az alsó tagozatosoknak hát ki szoktuk rakni a padra, a kicsikéknek, a tanítónénik segítségével, a tankönyvfelelős kiporciózza, és akkor asztalukra rakjuk, ott várja a kicsikéket a könyv, a nagyok pedig az első naposztályunk levonulnak, és akkor átveszik a tankönyveket. Egyébként a tankönyv mindenki számára ingyenes, ez nagyon nagy segítség a családok számára, hiszen így is a tanszerek bevásárlását nagy terhet ró rájuk. 2020 eleje óta az Oktatási Hivatal 1259 tankönyvet újított meg. A központi raktárból országosan 13 millió könyv és oktatási segédlet indult útnak.